A mai videóban ismételten toxikus leszek a Stumble guys ba megszivatunk mindenkit a francba, megpróbálunk minél köcsögebbek lenni az ellenfelekkel, és hát kérdezhetétek, hogy már megint mi a francért csinálom ezt, viszont tikértétek. Bizony, bizony, elég sokan írtátok, hogy legyen ilyen videó, úgyhogy újra itt van a toxikuskodós videós srácok. Illetve remélem észrevettétek, hogy sikerült végre valahára megvásárolnom a leges legújabb kamerámat. Látjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon brutális a változás van az előzőhöz képest. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt végre valahára meglépni, és nyilvánvalóan ezt csak nektek köszönhetem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, srácok. Illetve nagyon megköszönöm azt is, hogyha esetleg még nem lennétek, akkor feliratkoztok a csatornámra, ugyanis nagyon-nagyon közel van vagyunk már a 100 ezer feliratkozóhoz, ugye december 22-én 12 órás live, amelyben megpróbálom elérni a 100 ezer feliratkozót. Ha sikerül, akkor bizony leveszem a szemüveget. És akkor itt is vagyunk a játékban, srácok, a Frozen Volkaior skinnel fogunk ficcenni, ha már itt tél van, meg mindjárt konkrétan karácsony. És hát megpróbálunk minél több emótot bevetni, a banánhéjjel, a rugással szivatni az ellenfeleket, illetve nyilvánvalóan toxikuskodni is, hogyha esetleg nagyon simán nyerünk, vagy nagyon simán tovább jutnánk szokásos módon bevetjük a szép álmokat, power meg a hasonlókat, Na de ehhez nyilvánvalóan az kell, hogy hatalmas fölénnyel nyerjen meg az adott köröket, vagy hatalmas előnybe legyek a többiekhez képest, úgyhogy megpróbálunk minél jobban teljesíteni, nyilvánvalóan ez ösztönöz arra, hogy nagyon jót menjek, banánhely az már ficcen is abban a pillanatban, bár mások is dobálják már, Azért most már sokan megszerezték a banánhéjat, vagyis hát többen, mint amennyi mindenkinek eddig megvolt. Megpróbálunk azért mi nem belemenni másnak a banánhéjába, hogy nehogy már minket szívassanak, meg ott is van a rugáspower. Hát erről van szó, oda néz, és ficcenünk is tovább. Abban a pillanatban. Let's go! Ho -ho -ho! Hát. Oké. Okay ez még csak az első kör volt, nyugi srácok, félkézzel játszottam amúgy, csak mondanám, nyugi srácok, nem kell megijedni, itt is van a következő menet, amiben jó, miért nem indul el a karakter? Azért vannak bajok most így a kezdésnél, azt kell, hogy mondjam, nem teljesítünk valami elképesztően jól, de nem kell megijedni srácok, ott is viccen a banánhéj, ott is viccen az átugrás power, ami persze nem sikerül, még véletlenül se de simán tovább jutunk, most nem toxikuskodunk itt nagyon, a végén lerúgjuk azt a kis köcsögöt, annyi most bőven elég az első körre, csak jussunk tovább egy előre. Második körnek ezt, hát előző videóban is annyira élvezte ezt a pályát a játék, hogy szinte csak ez volt a döntőben, viszont most második körben dobja be top 8-as szituációnál, ami elég érdekes. Viszont ettől függetlenül rugni azt ugyanúgy lehet rajta, úgyhogy le is rugunk valakit a bánatba. Itt meg nyilván megszívjuk, de nem kell aggódni, mert így is. Á, de hova esünk le? Innen föl lehet jó, innen föl lehet ugrani, nem kell megijedni egyáltalán. Itt az följön lemegy nagyon szépen, itt át is ficegünk ide. És itt pedig ott jobb oldalon szeretnénk menni, mert itt kevesebb a farunk. Nagyon jó. Oké, okay, e fölött így átrobbanunk, nagyon jó. És ott már megyünk is a szélen. Hát csak nincsenek már nyolcan előttem azért az komoly lenne, de a rohadt életbe, banánhé, gyerünk, ott meg hagyj viccenyek már át valahogy mellette, jó, mindegy, tovább jutunk, az a lényeg. Egy rugás power, mekkora rugás, hát azt a mindenit. Hát erről van szó, döntő srácok, így is van. És a csúzda. Na hát ez az, amint talán egyáltalán nem lehet toxikuskodni, maximum az elején lehetne, de ugye itt az elején meg még nem töltenek be az imótok, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam. Szóval itt meg azért nem lehet, mert gyakorlatilag nem töltenek be még a rugás, meg a hasonlók, itt pedig már tulajdonképpen értelmetlen, illetve nem is nagyon lehet, úgyhogy hát ennek se volt sok értelme, hogy így kirepültem a csúszdából, de mindegy, azért megpróbáltam. Nyugi srácok, a többiek ott kirepülnek a pályáról, de ezzel nem érnek el semmit, mert ugyanúgy el tudják cseszni, tehát ettől nem fognak megszabadulni. Körülbelül egy ember megy amúgy előttem, itt ezt így kikerüljük. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó! Vajon beír a célba a csávó? Nem! Let's go! Let's go! Choose the power! És a legtoxikusabb ünneplés animáció szerintem ott is van! Let's go, srácok! Meg is nyerjük! Egyből talán a második kört az első hülye kiesésünk után ott is van a korona, ott is van a győzelem. Hát gyakorlatilag hiába nem tudtam toxikuskodni az utolsó pályám, az szerintem elég toxikus az, hogy megnyerjük a francba az egészet. Na robbancsatok csak egy lájkot, hogyha örültök, hogy nyertem! Na hát, erről van szó, srácok, így kell indítani egy videót, bizony, bizony. Ezt már szeretem. És most már jöhet még lazábban a toxikuskodás, hogy a győzelem már megvan, itt már nincs olyan nagy tét. Szóval jobban lehet szórakozni. És már itt is vagyunk abban a pillanatban a következő körben, tehát nem kell itt izé unatkozni, vagy bármi hasonló. Eldobjuk a banánhéjat, a csávót majdnem megszivattuk, de sajnos nem. Viszont vannak egy páran előttünk, úgyhogy nem fogunk itt megint olyan nagyon nagy sima fölényel nyerni, de a rohadt golyó mondjuk meg... Aha, Okés. Okay Okés, okay én értem a, értem a célzást, hogy, hogy, most vissza kell kapnom az előzőért már megint. Majd fölbírunk itt vajon ficegni, de nem bírunk, hát a rohadt életbe. De ó, rugás azért az kell, tehát csávóta. De nézd meg, és én jobban megszívom, mint ő, akit lerúgtam. Hát, á! Nézd meg, ez a két véglet van. Vagy egyből kiesek a bánatba, vagy megnyerem az egészet. Megpróbáljuk minden esetre. Mennyi Mikulás van azt a rohadt életbe? Hát itt már mindenki nagyon éli a karácsonyi feelinget, srácok. Hát megint nem megyünk olyan nagyon extrát, azt kell, hogy mondjam, csomóan vannak előttünk, szóval örüljünk, ha bejutunk a célba, de persze a rugással, meg hasonlóakkal azért lehetne még toxikuskodni, azt nagyon szépen oda átkapaszkodtunk, az nagyon kellett, mint szar olyan szinten. Tehát, hogy tényleg nagyon. És az pedig egy rugás! boom, Erről van szó. Pörgés is még mehet a végére. Ott is vagyunk, srácok. Nem fért volna már bele egy alvás, sajnos. De majd a következő körben. Na nézzük, milyen pálya ficcen a második körbe. Jól lenne mondjuk nem egy csapatjáték, mert akkor gyakorlatilag megvacsorázok inkább. Viszont szerencsére nem, hanem a space-es pálya, ami nem mondható rossznak egyébként egyáltalán. 8-ba legalábbis simán be kell rajta jutni. Oké, okay, ide és oda átficcenünk. Nagyon szép. Egy darab ember van előttük, aki lerúgja a semmit, és hát én is megteszem ugyanezt. Köszönjük szépen, persze, nyilván meteorit találjál el. Nyilván fél óráig zuhanok utána, hogy véletlenül se tudjak jó helyre visszajönni. Semmi gond, srácok, mi jók vagyunk. Most a meteoritot az jól lenne kikerülni, jól van. De gyugást esetleg, de nem kockáztatok inkább, mert nem akarok annyira azért kiesni. Tehát, hogy azt azért köszönöm szépen, inkább nem kérem a kiesést nagyon-nagyon szépen felkínálták, de azért nem szeretném kérni. És hát nem is vagyunk olyan rosszak, de mondjuk annyira jók se. Reménykedjünk bele, hogy középen lesz ez a szar, őt azért rúgjuk le, tehát hogy azért egy rugás mindenképpen kell a körbe. Tehát milyen toxikus videó az, nincs benne toxikuskodás, azért mindenképpen kell valami bele. Tehát anélkül nem toxikus, nyilvánvalóan ez érthető, és ott is van a finish, tehát hogy ennyi. Ez ennyi. Újabb döntő. Mindjárt alszok itt a valóságba lépes méz! Na azért itt is lehet ám toxikuskodni. Itt a toxik emberek általában futkorászni szoktak, mint egy idióta, úgyhogy most lehet, hogy mi is ezt a módot fogjuk választani. Általában nem szoktam rohangálni ezen a pályán, de hát most toxic movement van, szóval teljesen más felfogásban kell játszanunk. Mondjuk a leesés az annyira nem toxikus, szóval azt azért felejtsük is el. Uha, abban nem kéne beleragadni a mézbe. És itt szépen lyukasztjuk ki a bánatba az egész pályát. Köszönöm szépen, azért nem akarok leesni, jó? Most egy kicsit nyugodjunk meg, mert ez a hülye gyerek itt rohangál. Aha, aha, na ez szokott engem felcseszni, ez a toxic movement, amit most ők művelnek, de nekem kéne azt művelnem, úgyhogy kicsit itt nyugodjunk meg, amíg a többiek leesnek. Legalább egy-két embert várjuk meg, hogy leesik, mert addig én itt hiába futkorászok, ki fogok esni a bánatba. Ha ott egy csávó, azt jó lenne. Jó lenne nem beszopni tőle, ha már mi vagyunk a toxikusak, mondjuk le kéne rugni. Mit csinálok, te jó? Jó ég! Hát saját magamat toxikuskodtam meg gyakorlatilag. az itt egy rugás azért bátor. Ez van. Na de tudjátok srácok, hogy a legklasszikusabb, legöregebb, toxic uh, skin az nem más, mint az alapskin ezzel a bőrszínnel. Hát azért vessük be ezt is, tehát hogy azért ez az igazi toxic power. És hát ezen a pályán lehet is toxikuskodni, bizony, bizony. hogy meg is fogjuk próbálni. Hát a kinézetünk az már önmagában egy, egy toxikuskodás, de nem kell ezen megijedni, mert lesz ezen kívül másféle is. Például egy óriási rugást mértünk az ellenfelekre, gyönyörű, gyönyörű volt. Oda átficcenünk, és oda is És már repülhet is a banánhéj, és bele is táncol valaki nagyon szépen a gyönyörű Mikulár skinnyével. Gyönyörű srácok, így kell ezt csinálni, egyelőre hibátlanok vagyunk, azt kell, hogy mondjam, oda is át fogunk ficceni, csak mondanám, tehát ez pont, pont így volt kiszámolva, és oda persze meg nem, tehát, hogy jól van akkor, tehát kezdhetjük előről az egészet gyakorlatilag, mint ami sem történt volna, de nem baj srácok, így is simán tovább fogunk jutni, sőt, az elsők között fogunk tovább jutni, mert az ott följön, és az is ott följön. Csávót még egyszer lerúgjuk, így nem sikerült, nem sikerült. Pedig nyomtam a rugást, de a kis rohadék nem nyomódott meg már megint. De nem baj, most nem rédzselünk meg semmi, tovább jutottunk. Toxikuskodni meg ráérünk a következő körökben is nyilvánvalóan. Hinnye, uborkás pálya. Azért tudjátok jól, hogy itt örülök, ha végigmegyek, nem hogy még toxikuskodjak is, de mindjárt meglátjuk, hogy hogy fog ez sikerülni. De egyelőre ezeket az akadályokat jól vesszük, ez mindig menni szokott. Hoppá, mekkora rugás azért, ott is van a Toxic Power, tehát a csávó azért az lerepült, mint a rohadt élet. De így is van, és hogy kerüljük az uborkákat? Azt a mindenit, srácok. Első helyen robbanunk. Hát így kell ezt csinálni. Reméljük a csábó nem tervez valami turpisságot velünk kapcsolatban. Az gyönyörű, az gyönyörű. Csábó elé még egy banánhéj. Nézd meg, azt lerúgnak. Hát megtoxikuskodnak. Hát srácok. Nem hagyjuk, nem hagyjuk. A, király, a királyt azt le kell rúgni. Á, nem sikerült. Nem, a király az nem érhet be. Figyelj. Bum. És. Jó! Hát beszivatjuk a kis rohadékot. Hogy megérdemelte? Hogy megérdemelte, srácok? Hát ott is van az igazi toxic movement, amikor valaki köcsögösködik, és úgy megszivatjuk, hogy gyakorlatilag kiesik, mi pedig tovább jutunk. Így kell ezt csinálni. Na de itt is van már abban a pillanatban a döntő, ami pedig megint ez a pálya, tehát mintha nem is lenne más pálya a játékban gyakorlatilag. Tudjuk nagyon jól, hogy ezt a pályát most valamilyen nagyon szereti a játék, de ettől függetlenül lehet ám itt is toxikus. Aha, aha, aha! Mit, me, mi, mi, mit műveltem srácok? Hát ez így volt kiszámítva. Nézd meg, első helyen vagyok gyakorlatilag. Első helyen ez, ez azért nagyon-nagyon nagy movement volt, tehát ez maga a toxic movement. Ajaj, viszont itt elcsesztük. Á, elment valaki, a rohadt életbe, pedig mi volt az a repülés? Na jó van, srácok, nem baj. Én azt mondom, hogy sikerült azért jó párszor töntőbe jutni, sikerült jól megszivatni embereket, jó kis toxikuskodásokat bevetni, illetve nyerni is, ami szintén nagyon-nagyon jó dolog, ugye nyilvánvalóan, úgyhogy szerintem ez jól sikerült. A tetszett a videó, csapasra egy lájkot, mindenféleképpen küldel, el haverjainak, ismerőseidnek is, illetve szólj minél több embernek, hogy robbantsák oda a feliratkozást, és te is tedd meg, ha még nem tetted meg, ugyanis nagyon közel vagyunk a 100 és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség most tényleg minden egyes feliratkozás, úgyhogy nagyon köszi mindenkinek, srácok, illetve azt is, hogy létrejöhetett ez az újabb fejlődés az új kamera személyében tulajdonképpen, még ha nem is egy személy a kamera. Hogyha pedig szeretnétek még több stumbleguys tartalmat nézni tőlem, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok, itt pedig akár egyből azonnal egy kattintással fel is tudok iratkozni, ha esetleg lusták lennétek lejjebb tekerni 3 cm-t, hogy ott nyomjatok rá a feliratkozás gombra. December 22-én pedig találkozunk a 12 órás élőadásban.